Üdvözöllek! Egyre több víruskereső érhető el ingyenesen, illetve fizetős mellett egy ingyenes változat is. Ez nem mindig volt így, elég sokáig csak néhány víruskereső volt elérhető ingyen. Aztán egyre több víruskereső fejlesztője látta meg ebben a lehetőséget. Nyilván nem azért adják ingyen a víruskeresőt, mert nekünk annyira jót akarnak tenni, hanem abban bíznak, hogy a fizetőset is megvesszük, illetve hát konkrétan előfizetünk rá. De igazából ez mindegy is, a lényeg az, hogy most már elég sok ingyenes víruskereső van, tudunk válogatni, ezért úgy gondoltam, hogy egy videóban megnéznénk azt, hogy hát nem is pont azt, hogy melyiket érdemes kiválasztani, mert ez azért részben szubjektív is, meg nem csak egyetlen dologtól függ, de hogy mégis melyek azok, amelyek közül talán érdemes kiválasztani az ingyenes víruskeresőnket. Természetesen az ingyenesség az főképp az otthoni használatra szól, tehát cégen belüli használatra ezek az ingyenes víruskeresők többnyire nem ingyenesek, ott sajnos meg kell venni a fizetőset. Van kivétel, majd ezt is megnézzük. Itt van ez a weboldal, itt van néhány ingyenes víruskereső, bár nem mind. Na nézzük akkor, mik vannak itt. Az egyik az Avast, hát az úgy gondolom, hogy eléggé ismert, aztán az AVG szintén. Talán ez a két leggyakrabban használatos ingyenes víruskereső. Ugyanakkor látható van ez a Panda Free, aztán a Bitdefender, de van itt a Zone Alarmnak is egy megoldása, illetve van ez a Sophos nevezetű. Róluk azt kell tudni, hogy elsősorban vállalati céges megoldásokat kínálnak, de most már van ez a Home nevezetű, ami viszont ingyenes. Hát a következőt azt abszolút nem ismerem, aztán van a Komodo, akiknek szintén van ingyenes víruskeresőjük, meg tűzfal is, egyben is akár a kettő. Ennek az az előnye, hogy céges használatra is ingyenes. A következőt azt szintén nem ismerem, és hát itt vannak alul, hogy melyik mit tud. Ami ezek közül talán a leglényegesebb, az, hogy kézzel indított keresést is tudjanak. Hát nyilván ezek mindegyik tud kézzel indított keresést is. Aztán a következő, ez pedig a háttérben futó, valós idejű keresésnek is nevezhetjük. Tehát automatikusan, amikor egy fájlt megnyitunk, vagy valamilyen műveletet végzünk vele, akkor a keresés az lefut. Hát nyilván egy víruskeresőnek ezt tudnia kellene. Aztán ilyen, hogy weboldalak értékelése, arra vonatkozóan, hogy tartalmaz-e valamilyen veszélyes tartalmat. Aztán a veszélyes linkek blokkolása. Hát látod, hogy melyik tudja és melyik nem. Következő az adathalászat védelem, illetve a viselkedés alapú vírus felismerés. Hát ez szinte nem egy haszontalan dolog, bár az időnként eredményezni tud téves vírus találatot is, illetve a legutolsó a sebezhetőségre vonatkozó ellenőrzés. Ezek vannak itt szempontként feltüntetve. Nyilván minél többet tud egy víruskereső, az annál előnyösebb. Ugyanakkor itt az összes víruskereső igazából nincs feltüntetve, de ezek közül talán, ami javasolható, az az Avast és az AVG. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire eredményesek a vírusok felismerése terén. Van ez az avtest.org nevezetű weboldal. Itt, hogy kiválasztjuk a Home User-t és Windows, akkor itt meg tudjuk nézni, hogy adott időszakban mely víruskeresők voltak a legeredményesebbek. Látható, hogy például most február 2016 van kiválasztva, de itt van korábbi dátum is. Ezeket célszerű megnézegetni, és akkor ebből talán már leszűrhető az, hogy melyik mennyire eredményes, melyiket célszerű választani ilyen szempontból. Ugyanakkor a Wikipédián van egy ilyen komolyabb összehasonlítás, ahol azért több víruskeresőt is megtalálhatunk. Hát vannak itt ismertek, meg kevésbé ismertek, de itt van látható az Avast, az AVG és az Avira. Amúgy itt lehet rendezni, ár szerint. Ezek az ingyenesek. Itt például itt van az Avira is, ami ebben a listában viszont nincsen. Az Avira az tipikusan elég jó eredményeket szokott elérni, bár funkciókban valamivel szegényebb, mint az Avast és az AVG. De ha megnézzük, akkor azért látható, hogy védelemben viszont erősebb, mint a másik kettő. Hát igen, ilyenkor el kell dönteni, hogy mi a fontosabb, az erősebb védelem, esetleg egy-két funkcióval kevesebb a védelem terén, de azért már használható, vagy pedig a kicsit gyengébb védelem, de több funkció a védelem terén, illetve egyéb téren. Egyébként ezek így néznek ki, itt van az Avast például, aztán itt az Avira, itt az AVG, itt meg a Panda, illetve van a McAfee-nek is most már egy ingyenes megoldása otthoni használatra. Az látható, hogy milyen szintű védelmet kínál. Bár itt nem pont az a verzió van, de körülbelül ilyesmi lehet az ingyenes esetén is. Cégeknek viszont tipikusan meg kell venni. Ami ingyenes, ez a Komodo, illetve
tulajdonképpen a Windowsnak a saját megoldása, víruskereső megoldása, ami hát megint csak nem annyira nagyon erős védelmet kínál. Igen, itt van, látható Microsoft saját megoldása, hát ez nem valami nagyon acélos, egy alapvédelemnek talán elég, és hát a Commodore sem túlságosan erőteljes igazából. Ugyanakkor, mint látható, azért van választék bőségesen most már otthonra. Hát valószínűleg a legtöbben, hogy az Avastot, hogy az LVG-t választják, de még az Avira is szót érdemel, még hogyha esetlegesen egy picit funkciókban szegényebb is, mint ezek. Viszont védelemben némileg erősebb, mert az AVG az eléggé feljött mostanság látható, míg az Avira egy picit jobb teljesítményben, de védelemben mind a kettő azért úgy egész jónak tűnik. Célszerű megnézni a részleteket egyébként. Rákattintva. Itt vannak az úgynevezett nulla napos, tehát új vírusok, 98%-ban felismerte februárban, aztán itt vannak a 4 hete felfedezett vírusok, az pedig hát majdnem 100%. Tehát az AVG azért az egészen jól felismeri. Avast? Hát ott pedig ez az arány. Avira? Hát igen, ez a legjobb talán a három közül. De azért az AVG sem rossz. De mint mondtam, van itt egyéb a kínálatban, ezeket is meg lehet nézni, hogy hogyan teljesített, esetleg ki is próbálhatod, de lehetőleg egyszerre csak egy legyen feltelepítve.